Szeretettel köszöntök mindenkit a Creative Morningson. Ezen korai időben még soha nem volt szerencsém előadást tartani a Schneeberger Zenei Tehetségközpontról. Dásával sokat beszéltünk arról, hogy mi lehet az a pont az oktatás területén, ami magával ragadhat mindenkit, vagy egyedülálló lehet, esetleg példaértékű. Mi lehet az az üzenet, amivel mi utat tudunk törni, vagy újat tudunk mutatni. Nem szeretnék most itt mondatokat megfogalmazni ezzel kapcsolatban, vagy útmutatást mondani, hanem talán, hogyha bemutatjuk, vagy bemutatom a központot, azáltal az üzenet, illetve a mi rendszerünk érthetővé válik, megismerhetővé válik. Látszik egy ilyen hosszú képen alul, hogy ez az épületkomplexum a norvég alapnak köszönhető egyébként, hogy ez teljesen új. Közel 1 milliárd forintból sikerült megvásárolni és felépíteni. A zenei tehetségközpont mellett működik egy Malomvölgy nevezetű non-profit Kft. Is, ugyanis a központunk 12 hetes. Ez a 12 hét, ez teljesen bentlakásos rendszerben működik. Megpróbáltuk összeegyeztetni a iskolai rendszerrel, hogy azt ne üsse vagy fedje. Így nyáron 6-7, ősszel-tavasszal 3-3, és próbáljuk a szünetekhez igazítani ezeket a kurzusokat. Azért is érdekes, hogy a központ alapítványa kívül működik egy non-profit szervezet is, ugyanis a fennmaradó időben értékesítésre kerül a hely, a központ, mint konferencia és rendezvényközpont. Ez is bevételi forrása egyébként az alapítványnak, a fenntartáshoz ez nagyon szükséges dolog. Évente körülbelül 60 diákkal van szerencsénk foglalkozni, ez egy vállalt kötelezettségünk egyébként. Nagyon széles spektrumban mozog az ő életkoruk, egészen 11-12 éves kortól 22-23 éves korig. Schneeberger Ferenc a művészeti igazgatónk és névalapítónk, személyes története és vonatkozása az, ami miatt ez az intézmény megvalósult és létrejött. Ferenc egy szegény, salgótarjáni cigány, zenész cigány családba született, ahol 7 voltak testvérek, és ő volt a legkisebb gyermek. Neki volt szerencséje azt megtapasztalni, hogy milyen mai szóval élve halmozott a hátrányos helyzetben előre törni, kitörni. Nem volt meg az az adottság, az egzisztenciális alapvetés, hogy akár egy gitár legyen a családban. Egyedül apukájának volt, aki zenéből próbálta meg eltartani a családot. Ferenc 17-18 éves korában tudta az első gitárját megvenni úgy, hogy elment a szöggyárba dolgozni, mint gyári munkás. És egy szinte népmesei sztoria van, ahogy ő elért a csúcsra, a nemzetközi karrierre, a Kossuth-díjhoz, és ez az ő álma volt, hogy a hasonló helyzetben lévő roma gyerekeknek megpróbáljon egy olyan segítőkezet nyújtani, amit ő annak idején nem kapott meg, és közelebb hozni, egy olyan oktatást adni, egy olyan oktatást csomagot adni, ami ma Magyarországon csak a középosztálybeli gyerekeknek a sajátja. 25 művésztanárral dolgozunk. Ezek a művésztanárok, bátran kijelenthetem, hogy Magyarországon az A-ligába tartozó zenészek, de Európában is, és szinte világviszonylatban is ismert jazzzenészekről és komoly zenészekről beszélhetünk. 4 fő mentorral dolgozunk. Ferencnek a kérése volt az, hogy a mentorok azok roma értelmiségiek legyenek. Az nem volt kérése, hogy a zenéhez is értsenek, de a 4-ből 2 ember foglalkozott zenével is, az egyik ember művészettel, rendező szakon végzett, és a 4. ember a szociális szakember.
Három fő koordinátor van, van egy ösztöndíj és hálózati koordinátorunk. Van egy éjszakai koordinátorunk a kurzusok ideje alatt, a bentlakás miatt, ugyanis éjjel-nappal biztosítjuk a felügyeletet, illetve van egy nappali és egy budapesti hétvégi képzési koordinátorunk is. Miben egyedülálló ez a képzés? Ez a mentor program, mentor hálózat. A mentoroknak nagyon összetett feladatai van. Épp a minap voltunk lent egy szakmai megbeszélésen, megkeresett minket az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy a támogatások kapcsán fogalmazzuk meg azt, hogy mi a mentori munkában az eredmény. Mi az, ami kézzelfogható, mi az, amit fel tudunk mutatni, és számba tudjuk venni. Ezért dolgozunk sok esetben olyan írásos dokumentációval, amit aztán később vissza lehet keresni, és lehet vele dolgozni. Ilyenek például a gyerekekkel és a szülőkkel történő interjú, mely a programba bekerülésekor és a program végén is megvalósul, ugyanis kell egy input és egy output, hogy a kettő között mi történt a gyerekkel és a családdal. Aztán egyéni fejlesztések, mely általában 12 hétre szól, egy tanévre. Vannak olyan diákjaink, akik már harmad, negyed évre is vissza lettek hívva. Tanári és mentori szempontból érdemes velük többet foglalkozni, többet beletenni a gyerekekbe. Aztán ugye minden kurzus értékelés úgy néz ki, hogy van egy tanári értékelés. Ez a szaktanár, főtanár, van elméleti tanári értékelés, és van mentori értékelés, animátori értékelés. Működik tanulószoba is. A kurzusok alatt fontos az, hogy nem csak zeneileg képezzük a gyerekeket, hanem abban a 6 vagy 3 hétben, amikor ott vannak nálunk, ugye effektíven nincsenek bent az iskolában, és próbáljuk az iskolákkal tartva a kapcsolatot egy olyan tanulószobát fenntartani, ahol próbálják az iskolai követelménnyel tartani a lépést. Mondtam, hogy hogyan épül fel a 12 hét, nyáron 6 hét, ősszel, tavasszal 3-3, és a mentori munka az nem csak a kurzusok alatt működik, hanem évközben is. És évközben van a legnagyobb szerepe a mentori munkának, ugyanis nem szabad a gyerekek kezét elengedni. A mentoroknak nagyon fontos szerepe az, hogy a családban egy kvázi családtag, ahol összekötő szerepe lehet adott esetben még a szülők között is, illetve az iskolák, iskolaigazgatók, osztályfőnökök, zenetanárok, zeneigazgatók, és a lokálisan a helyi szociális hálóba is bekapcsolni őket és a családjaikat. Nagyon fontos az, hogy mi elsősorban a gyerekekre fókuszálunk, de adott esetben a családot is kell segítenünk. Ugyanis ha a család krízis helyzetbe kerül, vagy problémába kerül, akkor ezáltal a gyerek is problémába fog sodródni, krízisbe fog sodródni, ezért sokszor van ilyen krízis intervenció, amikor be kell lépni, és segíteni a családot is. A gyerekeknek nagyon nagy motiváló tényező az, hogy a gazdasági igazgatónk, Mészáros Zoltánnak, egyébként a Veszprém Festnek is a tulajdonosa, jól menő menedzser, és így nagyon sok fellépési lehetősége van azon gyerekeknek, akik már színpadképesek. Így van lehetőségük fellépni. Egy új programelem az az, hogy a 12 héten kívül Budapesten a Zeneakadémiával karöltve van 2 hetente, egy úgynevezett budapesti hétvégi képzésünk, ahol a gyerekek zeneileg is kontroll alatt vannak, nem csak mentori szempontból. Sokáig ez nem valósult meg, hogy 12 hét lement, ahol megkapták a zenei képzést, más egyéb képzést, majd azt úgy is mondom, hogy milyen képzés csomagot kapna, de mondjuk egy ősz és egy tavaszi kurzus között eltelt 3 hónap, vagy 4 hónap, és nem voltak zeneileg kontroll alatt. Most erre lehetőség van a képzés kapcsán, hogy 2 hetente jönnek a srácok, a tanárok ott vannak, rendelkezésre állnak, és tudnak velük gyakorolni évközben is. A stábról, vezetőségről, névadónkról beszéltem, Schnittberger Ferencről, gazdasági vezetőnk Mészáros Zoltán, és van egy operatív igazgatónk, Trompos Julianna, ez a vezetői hármas, aki gondoskodik a központ működéséről. Koordinátorokról beszéltem, 4 mentor, zenei segítő, ez egy nagyon fontos pozíció, ugyanis azok a gyerekek, akik időközben diákból váltak kvázi tanársegéddé, ők a zenei
segítők, tehát van a rendszerben előrejutási, előrelépési lehetőség. Nagyon sok diákunk, akiket már fölvettek zeneakadémiára, ők most szolfést oktatnak a többieknek, és a rendszer itt sokkal elfogadottabb a fiatalabb diákoknál, ugyanis korban, kvázi kortárs tanítja őket, és így jobban elfogadják a szárazabb anyagot a zenében. Animátorainknak nagyon nagy szerep jut a kurzusok alatt, hiszen mivel mondtam azt, hogy ez egy bentlakásos intézmény 12 héten keresztül, helyileg ez úgy néz ki, hogy van a Malomvölgy, ez egy katlan, a teljesen zárt térben is, a legközelebbi bolt vagy épület az 1 kilométerre van tőlünk, úgyhogy minden értelemben ez egy zárt hely, és az animátoroknak óriási szerep jut abban, hogy hogyan kapcsolják ki a gyerekeket, hogyan vezetik le a gyerekek a feszültséget, és azt a szabad időt, amit egyébként hagyunk nekik a képzésen kívül, azt hogyan tudják hasznosan eltölteni. Kiszolgáló személyzet, úgy kell elképzelni, hogy napi 100-120 főre kell főzni, takarítani, a gyerekekkel, zenészekkel és a stábbal együtt körülbelül 100-120 vagyunk napi szinten. A gyerekek túlnyomó részt jazz tanulnak, de van olyan részlegünk is, ahol kifejezetten klasszikus zenei képzést kapnak. Hogy mi az a csomag, amit ők kapnak? Ugye kapnak egyéni és csoportos hangszeres órát, szolfést, jazzelmélet, zenekari gyakorlat, improvizációs gyakorlat, nyelvi órák, angol és német. Nagyon fontos, hogy a nyelvi képzésünk sikeres legyen, ugyanis nagyon sok diákunk jelentkezik külföldre, külföldi zeneakadémiára. A művészeti menedzsment és marketing, Paja Beának a menedzsere, Bodnár Réka szokott nekünk marketing órákat tartani. Nagyon sok srác megfogadta már az intelmeit és tanácsait, így ezáltal tud saját magának is haknikat, bulikat szervezni, rendezni, úgyhogy most már látjuk ennek is a foganatját. Korrepetálás közismereti tárgyakból itt beszéltem a tanulószoba fontosságáról. Ugye hát a mentori feladat, személyes segítői kapcsolat kialakítása, hogy nagyon fontos a bizalom, hogy a gyerek és a család bizalommal tudjon fordulni a mentor felé, ugyanis bármilyen segítő szándék kútba veszik, hogyha nincs bizalom a mentor felé. Így a szakmai meglátásokat sokkal könnyebben tudják beépíteni a mindennapi életükbe. Az eddigi eredményeink. Minden évben ugye beszéltem arról, hogy 60 gyereket kell bevonni a programba, így a 4 év alatt körülbelül 250 gyereket tudtunk bevonni. Én megemlítenék a tanárok közül egy-két nevet, akit biztos, hogy ismertek. Szakcsillakatos Béla, Olátszumó Árpád, László Attila, Szőke Niki, Horváth Barca József, és sorolhatnám még a kvázi világsztárokat, akik tanítanak. Nagyon sokat jelent a gyerekeknek, hogy azok a tanárok, akiket csak a tévében láthatnak, azokkal napi szinten együtt élnek. Mert a tanárok is leköltöznek, együtt reggelizünk, együtt ebédelünk, együtt vacsorázunk, mindent együtt csinálunk. És hát a legfontosabb eredmény az, hogy azt tudjuk, hogy 60 gyerekből nem fogják mind a 60-at fölvenni zeneakadémiára. A legfontosabb eredményünk az, hogy fogjátok hallani, K.T. Zsolti fog nektek gitározni meglepetésként, hogy mit jelent számára a zene, és valóban az ő esetében a mi mottónk, a zene felemel, az meg is valósult. Ugyanis Zsolti, mondhatnám azt, hogy hozta a sztereotíp képet a romákról, nem példaértékű életet élt, míg a zene nem került be az életébe, és nem került a központ látóterébe, Feri bácsi vonzás körébe, így most Zsolti érettségizni fog idén, és az a terve, hogy tovább tanuljon. Egy teljesen olyan életet élt, amiből ez kilátástalan volt, vagy megvalósíthatatlannak tűnt, és a központnak hála, illetve a zenének legfőképpen. Zsolti most egy olyan fiatalember, akinek vannak céljai, és tudja azt, hogy a zene által és a zenében megbecsült tagja lehet egy olyan társadalomban, ahol egyébként nagyon nehéz érvényesülni romaként.
hogy miből működtetjük ezt a projektet. Mondtam, hogy a megvalósításhoz kellett a norvég alap, illetve a kormánynak a hozzájárulása. Pályázatokból tartjuk fenn magunkat. 10-15 futó pályázatunk van szimultán, illetve az EMMI, az Emberi Források Minisztériuma most per pillanat a fő támogatónk. Elnyertünk egy nagyon fontos és jó pályázatot a Velux Dán alapítványon keresztül. Fogunk építeni egy saját stúdiót, egy nemzetközi méretű és minőségű stúdiót a gyerekeknek, ahol saját CD-t és anyagokat tudnak készíteni a tanultakról. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és szeretném megkérni Zsoltit, hogy játszon nektek. Thank you.